Szavaztok! Ez itt megint az anime kommentár, én Dicetsu vagyok, és hosszú idő után beszéljünk ismételten animés témákról. Egy nagyon jó kis témát hoztam el nektek, ami nem másról fog szólni, mint arról, hogy mely animés mű az, ami a leginkább le van fordítva magyarra. Ugye ez eléggé egyszerű, szerintem vannak animék, hozzájuk tartoznak mangák, vagy fordítva, és arra vagyunk most kíváncsiak, hogy melyik az, ami a leginkább elérhető számunkra magyarul. Hogyha esetleg annyira imádunk egy animé, hogy a mangát is el akarjuk olvasni, hozzá a filmeket megnézni, és ilyenek, és így tovább, és így tovább. 11 animét hoztam el nektek, úgyhogy van miről beszélgetnünk. Úgyhogy kezdjük is el az első ilyen animének a bemutatását, ami nem más, mint a kis listámon. A Bleach. A Bleach-et nem kell bemutatni, egy Neverendingről volt szó, ami végül véget ért 705 fejezet után, de természetesen online kiadásban elolvasható számunkra az összes fejezet, hogyha valakit nagyon érdekel. A mangája az így elérhető magyarul teljesen, ellenben az animével, ami sajnos nem. 167 részig fordították le a Bleach-et, ami 366-ot nézve lényegében még a fele sincs. Úgyhogy így sajnálatos módon az mondható el, hogy egy olyan anime a Bleach, ami nálunk sosem fog valószínűleg magyarra nem lesz magyarra lefordítva, és ez lényegében az Animaxnek a rossz marketingje miatt történt, ugyanis az Animaxnek az volt a felállása, hogy sokkal könnyebb azt csinálni, hogy vegyünk hosszú sorozatokat, mint rövideket, mert ha veszünk hosszú sorozatokat, akkor nem kell szereplőket, főszereplőket, mellékszereplőket keresni, hanem megy a sorozat, és lényegében ugyanaz a szinkronrendező, ugyanaz a forgatókönyv, nem, ez nincsen. Mondjuk fordító, olyan van. És így nem kell mindig más emberek után hozzatni, hanem csak így megy, és majd úgyis nézni fogják, ami végül nem jött be. És így 167-ig nézik, pont a legizgalmasabb évadokig tudjuk nézni a Bleach-et, illetve néznénk, de sajnos nem lesz folytatása egy jó darabig biztosan. Mindenesetre a Bleach ide került, mert még az anime mellé legalább két filmet is kaphatunk még mellé, úgyhogy viszonylag hiányosan, de azért egy nagyobb terjedelmi anyag le van ebből az animéből, illetve a mangából fordítva, úgyhogy nem lehet palaszra, de azért megnéznénk, hogy azért magyarul milyen lenne az eszpadák elleni küzdelem. Az biztos. Na, egy nagyon-nagyon-nagyon nagy kedvencről lesz szó, ami nem más, mint a Fullmetal Alchemist. Erről se kell nagyon sokat beszélni, az anime részét szerintem mindenki látta, legalábbis egy magyar animésnek szerintem kötelező ezt megnéznie, főleg úgy, hogy különösen jó a magyar szinkronja, nincs ebben ismétlődő szinkronhangok. Lényegében egy olyan anime ez, amiről tudatosan csináltak nagyon-nagyon jó magyar szinkron. Még ha Szabó Mátél Kanyja nem is tetszett Edward Erlich alakítása, de... Arra milyen emlékeid van? Hát remélem, hogy nem bártok meg vele senkit. Én nekem ez az anime világ, ez, tehát ha valami távol áll tőlem, akkor ez az, azt hiszem. De megpróbáltam azért azonosulni Edward Erlich figurájával, meg úgy az egész lélek jelenléttel. Nem volt könnyű. Azért meg kell hagyni, hogy nagyon jól alakította Edet, és okozott sokakunknak nagyon nagy örömet azzal, hogy őt alakította. Mind a két, a sima Fullmetal Alchemist és a 2010-ig futott Fullmetal Alchemist testvériséget is megkaphatunk magyarul, ugyanakkor két filmet is leszinkronizáltak nekünk, hogy ebből kifolyólag az anime részek lényeget teljesen le vannak fordítva magyarra. De mi a helyzet a mangával? Láttam ilyeneket, hogy elvileg valahol az interneten teljes mértékben le van fordítva a Fullmetal Alchemist. Én viszont erről semmilyen bizonyítékot nem találtam. Tizen akárhányadik kötetig van anime eddig szem, vagy talán még addig se fent magyarul. Úgyhogy lényegében az anime eddig szem, ami a legáltalánosabb elérése egy magyar manga olvasó portálnak, az ott nincs teljes fordítás. De az interneten olvassa olyanokat, hogy valaki már az utolsó fejezeteket fordítja, úgyhogy elvileg meg van, csak nem tudni, hogy az internet mely bugyrában. Úgyhogy ezért került
ennyire hátra. Ha kiderülne, hogy mégiscsak van Full Metal Alchemist magyarul, már mint a manga, akkor egyértelműen sokkal feljebb került volna ez a listán, de én erre bizonyítékot nem találtam. Illetve elég sok ilyen kiegészítő melléksztori is készült az FMA-hoz, amit szintén nem találtam én magyarul, úgyhogy a 10-es hely az szerintem egy kicsit jogos. Nagy kedvencünk, illetve sok embernek már az idegeire menő animéről van szó, ami nem más, mint a Dragon Ball. Mind a sima, mind a Z-t, illetve a GT-t is lefordították nekünk magyar, úgyhogy végül is a klasszikus Dragon Ball az nálunk teljes mértékben elérhető. Ami viszont rossz pont, hogy a sajnálatos módon a filmek közül egy sem jutott el hozzánk. A live actionből az a szar az eljutott, úgyhogy azt tudjuk nézni magyarul, de a mangája az viszonylag jó minőségben le van fordítva nekünk magyarra. Úgyhogy ha valaki most akar Dragon Ball-nak nekiállni, akkor az animét ma sokáig lehet nézni, a mangát szintén nagyon sokáig lehet olvasni, úgyhogy egy hosszabb terjedelmű anyag kész rendelkezésünkre áll magyarul. Ennyi, hogy ezeket a kiegészítő sztorikat, filmeket, ovákat, ezekből semmi nem jutott el hozzánk. Illetve a GT-nél nagyon jó dolog az, hogy tudatosan ment az animének a szinkronizálás, úgyhogy az Animax megbízásával készült. Az Animax ezzel akarta visszacsábítani az embereket a tévé elé, ami részben nem sikerült. Úgyhogy itt már az animés kifejezéseket azért meghagyták. A Bing Bang Kamehameha-t, meg a Keat, meg az ilyen fogalmakat már nem hagyták el, mint ahogy az Z-ben azt inkább valahogy így állt, magyarázták. Úgyhogy ennek nagyon örülhetünk. Úgyhogy ezért van. Illetve a Dragon Ball-nál még fontos az is megemlíteni, hogy 90-es évek elején, mikor betörtek ugye az animék mangák, akkor egy ideig lehetett ezt magyarul olvasni, tényleges képregény formájában, egy kis füzetekben adták ki a Dragon Ball-t, de a x-edik kötetig tudták csak lefordítani, van 10-akárhányadik kötetig talán, mert, vagy füzetig, mert úgy volt, hogy hát az embereket a pókember, meg a tököm tudja, mi jobban érdekelte, és ezek miatt a szarok miatt a Dragon Ball háttérbe került, és még ő félbe hagyták a fordítását. Azt hiszem az első Gokunak az első Budokai Tenkaichi szereplésénél a döntő ijéig fordították le, úgyhogy a rajongók csalódottságával a döntőt nem olvashatták, de a füzetnek a hátoldalára ráírták azt, hogy mi lesz a vége. Lényegében így végig le van fordítva a arcművészetek nagy tornája magyarul, úgyhogy eddig valaki tudta olvasni rendesen, de tényleges fordítást a manga az csak online verzióban tudott kapni, sajnálatos módon. Ha tovább megyünk, akkor a következő animénk, hát igen, ez egy csajosabb darab, a Vampire Knight, ami animében 2 évadot kapott, és mindegyik le van fordítva magyarra, illetve a manga fan megbízásából, vagy manga fannak a nagy lelkűségéből, munkájából el tudjuk olvasni magyarul is, ameddig természetesen van. Már úgy tudom, hogy elvileg a Vampire Knight is hamarosan ki fog futni a manga fannál, tehát az összes kötet le lesz fordítva magyarra, ezben most így nem vagyok biztos, mert ez elvileg egy csajos anime, és én ebből kifolyólag sosem nyúltam hozzá. Meg hát, ha Vampire Knight, akkor valószínűleg vámpírok vannak benne, a vámpírok meg... A vámpír, az meg Alucard, és ebből nehéz igazából kitörni. Úgyhogy erről nem is beszélnék többet. A anime és a manga is le van teljesen, majdnem teljesen fordítva, úgyhogy ezért került ide. De vannak ennél sokkal jobb darabok is, úgyhogy menjünk tovább a listánkon. Talán azt mertem mondani, hogy jobb darabok. Amit találtam anime, az nagyjából 50-valahány részes, de legalább elmondható róla, hogy teljesen van magyarul. Mangája nincs, ez a Kaleido Star. Nem tudom, hogy az A+ megbízásából, vagy az RTL Klub megbízásából lett igazából vár a kettő, nagyjából egy kutya. Arra akartam kiukadni, hogy vágott vagy vágatlan verziója van-e az animének, ezt nem vagyok biztos, de az fix, hogy az összes részt lefordították belőle, ami ebből a manga nélküli adaptációból készült, és azért van ezen a helyen, szóval aki nagy Kaleido Star fan, az tudja nézni végig magyarul, annak ez bizonyára fontos, azért került ide a listára. A következő animénk pedig
Ó, ez már sokkal jobb. A Trigant raktam erre a következő animének, ami azért került ide, mert az alapmangája, kétkötetes, ilyen vastag alapmangája le van fordítva, de a Vision jó voltából teljesen, illetve az alap animéje is le van fordítva, amit ennek idején sokkal korábban az RTL Klub leszinkronizáltatott, de csak az A pluszon adták le először, de lényegében a Trigant-nak az alapműve az le van fordítva, és egy nagyon minőségi darabról van szó, mint az anime szinkronizálás, mint a manga fordítás terén. Azért van csak egynél hátra, mert készült egy nagyon jó movie is hozzá, ami nincs magyarul, illetve volt egy folytatása is manga formájában, ami talán 10 kötetes kis szösszenet, és az meg nincsen magyarul, semmilyen formában. Úgyhogy csak ennyit a Trigantról, hogy lényegében kicsit több, mint a fele le van fordítva, vagy úgy mondom, a lényeg le van fordítva belőle, de azért még volna mind dolgozni. De Juhász Zoltánnak köszönhetően egy nagyon vicces főhőssel gazdagodott a magyar sorozatnéző bagás. Következő animénk az a Chrono Cruising. Ugye ez egy mangafanból eljutott hozzánk kis, kevés, jól kötete, ami eléggé kevésnek mondható. Tehát az anime is, ami ebből készült, az le van fordítva magyarra. Úgyhogy igazából úgy, hogy más kiegészítő részek így nem nagyon készültek volna, úgyhogy csak ennyi, 8 kötete és 24 rész az egész, ennyit kaptunk a Chrono Cruisingból, de elmondhatjuk, hogy teljesen van magyarul, úgyhogy bárki számára elérhető. Azért a listán ezek után azért olyan animék is lesznek, amik egyél nagyobb univerzumot foglalnak magába. Úgyhogy a következő anime, amiről érdemes lenne beszélni, az egy magyarok számára örök klasszikus, ami nem más, mint az Inuyasha. Az Inuyasha képes volt valaki több mint 500, vagy valaki 500 fejezeten keresztül lefordítani, azért nem mondom elés egy eléggé nagy kihívás lehetett, de ez még mondhatjuk, hogy a középkorban lett lefordítva, szóval amikor még nem tudott mindenki nagyon mangát szerkeszteni, úgyhogy ez egy nagyon régi projekt volt, ez szerintem 2010 előtt bőven volt már magyarul, úgyhogy lényegében az Inuyasha az el tudta azt érni, hogy van a sajnos, ahogy mondtam, 114. részig az anime, ugye az animének, az Ima Inuyashának a kétharmadát szinkronizálták le. De az Inuyasha el tudott egy olyan hatást gyakorolni, hogy valaki mondjuk, melyik amikor nem volt ugye gyakori a manga fordítások, akkor elkiállt és lefordította becsülettel, úgyhogy ez egy nagyon dicsőséges dolog mondhatni manga fordítás teljé, hogy az Inuyashát valaki vette a fáradtságot és végig lefordította. Ez egy nagyon szép dolog. Ugyanakkor az Inuyashához 4 film is készült, mindegyik elérhető magyarul, úgyhogy lényegében az Inuyashák egy tágabb univerzuma elérhető magyarul. Igazából a sorozatot az nagyon megérdemelni az, hogy kapjon folytatást, illetve hát a Final Act-re is egyértelműen kíváncsi vagyunk, még hogyha az nagyon ömlesztve hozza az információkat, ellenben, mint ami mondjuk az első 160 akárhány rész hozott volna nekünk. Úgyhogy az Inuyasháról lényegében ennyit, szeretjük, és egy nagyon fontos darab számunkra. A következő anime viszont az én személyes kedvencem. Nagyon megosztottak róla a vélemények, főleg mostanában, hogy magyar szinkront is kapott. Ment is róla a cécó mostanában, de szombatonként mindig tudjuk nézni a Vatamutét. Igazából itt főleg azért került ide a listám, mert az univerzuma az lényegében nincs lefordítva, mármint le van fordítva, illetve le lesz a manga fordítva, csak még nagyon az elején tartunk. Én, ha belegondolok, én tudom, hogy imádom a Vatamutét, és a Vatamutét addig nem nyugszom, míg az nincs magyarul. Úgyhogy most a harmadik kötet végéig nagyjából le van fordítva a manga, kis szünetet tartotta most a vizsgaidőszak miatt, de egyértelműen fordítva lesz még tovább, úgyhogy egy X ideig biztosan tudjátok olvasni magyarul, elérhető lesz magyarul a manga. És az anime is ugyanebben a cipőben jár, le van elvileg az ovával egyik fordítva az egész, csak még ugye a Dragon Hall plusztak nincs annyi szombatja ömlesztve, hogy még az összeset láthattuk. Most le fog nekem is újat mutatni a sorozat, mert baromira nem emlékszem, mi volt a harmadik részben.
csak tippelgetni tudunk nagyjából. De a harmadik résztől szombaton újabb részeket láthatunk, ami azért fontos, mert a premier előtti mozis vetítésen ugye a első két részt levetítették, de számomra is magyarul új, az most szombaton lesz majd a Watamote. Majd nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog nekünk nyújtani Kuroki Tomoko, pontosabban Tamás Iriki a hangjával. Nagyon sok furcsa dolgot meg kellett szinkronizálnia, úgyhogy biztos lehet kibetek volt utána. De a Watamotem le van fordítva, csak még nem jutott el a közönséghez minden egyes magyar fejezet, illetve epizód. De azért került a harmadik helyre, ha itt vagyunk a dobogósoknál, mert a lényegében a mangát én tudom, hogy folytatni fogom, illetve azt már elmondták, elárulták nekünk, hogy végig van magyarul az anime. Úgyhogy a lényegében mostanában, úgyhogy nem szinkronizálnak nagyon animéket, meg nem jutnak el ilyesmi stílusú animék, sose jutottak el hozzánk, így az anime különlegesen mondható, és ezért került ide a harmadik helyre. Ellenben a másik két helyzettel, a Watamote-ban ugye nincs minden még magyarul, de a következő kettő az már teljes egészében elérhető magyarul, és az első a jelentősebb. Az animés, magyar animés szubkultúrában jelentősebb lett. De mi az, ami az magyar animés szubkultúrában annyira nem jelentős, de teljesen van magyarul? Ez a Nana. A Nanának lényegében, ha jól tudom, utolsó előtti, egy utolsó kötetét mostanában adta ki a Mangafan, és ugye ebből kifolyólag ez a felfüggesztett manga project elérhető lesz, vagy már elérhető magyarul teljes egészében. Ugyanúgy, mint amilyen elérhető számunkra a anime verzió is. Az anime verzióban az a jó, hogy mind a két, ugye van egy alapsorozat, meg van egy kis ovák, meg ilyesmik, és mindegyik le van fordítva magyarra, úgyhogy ezt teljes egészében tudjuk élvezni az 50 akárhány részen keresztül. Úgyhogy a Nana végül is egy elérhető dolog számunkra, és ha lenne A+, vagy lenne Animax, vagy le valaki megvenni, igazából annyira le van fordítva a Nana, hogy érdemes lenne folytatni is, hogyha készül hozzá manga, amiből később anime feldolgozás is lenne. Úgyhogy az Nana az számunkra azért egy szinkronizás terén egy alaposan lefordított animés szubkultúrás elem itt nálunk magyaroknál. De akkor mi az, ami még a Nanánál is fontosabb, és abszolút minden le van hozzá fordítva? Nem más, mint a Death Note. A Death Note-ot nem kell bemutatni. Annyira jó volt, hogy az Animax mellett még az EX-en is elkezdte sugározni, amiről alapjárton tudjuk, hogy nem a leganimésebb csatorna, de ugye a témája az annyira filozófikus, meg annyira felnőtt gondolkodást igényel, hogy azért az EX-en is elkezdte sugározni. A Mangafan miatt van a mangája magyarul, ki vannak adva a DVD-kben is az epizódok, díszdoboz volt hozzá, illetve hát ugye ebből az összes rész le van hozzá fordítva, plusz még az ilyen ovák specialok is, mint a lörökösei, meg ilyen címeket kaptak. Úgyhogy a Death Note egy nagyon jelentős elme a magyar animés szubkultúrának, mert nagyon hosszú ideig nézték, nagyon nézett volt alapjáraton, illetve manga kiadások terén is van egy ilyen belsős információ, hogy ugye a manga fannál nagyon sok idő kell ahhoz, hogy megtérüljön egy mangának a kiadása ugye a költségekből. Elvileg a Death Note volt az első olyan, ami a legrövidebb idő alatt ugye a költségeket térítette és már nyereségbe tudott átmenni. Ugye a Mangafan a legsikeresebb manga szerintem a Death Note, illetve most már a Naruto. És lényegében erről akartam volna beszélni, szerintem a Death Note az, amit a legperfektebben lefordítottak, szerintem a magyar szinkronja is nagyon korrekt, a Mangafanos fordítás is nagyon jó hozzá, mindegyikhez volt szerencsém, és szerintem az a legkitűnőbb magyar project, szinkron és manga terén is, arról nem is beszélve, hogy az is azért hozzátartozott a dologhoz, hogy mik azok a kötetek, amiket azért magyarul is kiadtak, szóval kézben is tudott fogni, nem csak monitor előtt nézni. És ebből akartam arra jönni, hogy ugye vannak mangák, amik vannak, illetve animés darabok, amik vannak animében és manga formában. De nagyon kevés az olyan ilyen animés mű, ami alapjáraton
mind a kettőre igaz. A magyarul is van, illetve van hozzá a mangájához is felirat, fordítás. Nálam a Watamote volt az, ami annyira jelentősen megérintett, hogy csak azért megtanultam mangát szerkeszteni. Ez, ha csak magyar felirattal is volt az anime, most tekintsük el attól, hogy szinkronon az később érkezett, akkor is rengeteg animénél nincs akkora rajongás a legtöbb anime fannak, hogy például a Tokyo. Hiába imádják nagyon sokan, hogy az a legjobb, csak azért is trögik, hogy az a legjobb anime a világon, de nézzünk rá a manga fordítására. Hű de nagyon jó, hű de imádjuk, de az, hogy tegyünk bármit is a fordításáért, az nem nagyon érdekelte az embereket. Csak most jutottunk el odáig, hogy a Tokyo Ghoul-nak már viszonylag rendszeres fordítása van, de sokáig olyan nyögvenyelősen jöttek a fejezetek, hogy ez félbehagyta, az félbehagyta, ez csak egyedül csinált, egyedül nem akarta csinálni, és csak most jutottunk el odáig, hogy végre valaki annyira szeresse, hogy már ténylegesen tudja fordítani. És ez nem egy olyan dolog, hogy hát de én nem értek a Photoshopot, hát én nem értek a gépet. Amikor én elkezdtem mangát szerkeszteni, a gimpes tudásom igazából csak annyi volt, hogy ki tudtam vágni dolgokat a képszerkesztő programban, és egy új külön lapra rárakja. Úgyhogy nekem is ott kellett megtanulnom azt, hogy hogy kell szerkeszteni, és lényegében ez nem kifogás számomra, hogy hát én nem értek hozzá. Az más dolog, hogyha valaki dehol valahol van szerkesztő, és angolul nem tudsz, erre nem tudok mit mondani, mert angolul én se tudok, nem is akarok megtanulni, és igazából a fordítás ezen teréhez, csak a Watamote-ban is csak egy darabka vagyok, szóval nem az, hogy nem istenítem magam, mert egyértelmű, hogyha nem lenne egy király fordító, illetve egy jó fanszáv főnök, aki engedélyezte volna a projektet, akkor én se dolgoznék rajta valószínűleg. De minden esetre úgy gondolom, hogy nagyon sok animét különösen imádunk, de annyira azért mégse imádjuk őket, hogy mondjuk a fordításához hozzátegyünk, amit én személy szerint egy horribilisan nagy problémának érzek. Ott van például a Full Metal Alchemist, amiről még nem tudom, hogy egyáltalán van-e ténylegesen magyar fordítás, vagy csak ez kamuszták, illetve ott van a Yu Yu Hakusho is, amiből 5 kötet nincs lefordítva, azt mennyire imádjuk, hogy itt tudom én, A pluszon csak azt néztem meg hasonló. És ez legyen talán a mai nap tanulsága, hogyha valaki szeret nagyon-nagyon egy mangát, akkor inkább legyen az, mint az Attack on Titannál, hogy 20-an azt fordítják. De ne csak abból álljon az animék iránti szeretetünk szerintem, hogy kiposztolunk mindent Tokyo Ghoul-os, Attack on Titan-os, Terraformers-os, meg mit tudom én milyen képekkel, hanem tegyünk is valamit a fordításért, mert akkor hasznosabb tagja is lehetünk az animés magyar társadalomnak. Akkor, ha már megvolt a csattanó ezzel a filozófikus gondolattal, akkor köszönöm, hogy megnéztétek a videót, meghallgattatok ezt a néhány érdekességet. Bocsánat, hogy itt szerkesztésére ez a videó nem lett olyan nagy, de már én is öregszem, nincs türelem ahhoz, hogy össze-vissza szarozzak a videóimmal. Igazából tartalma legyen a videónak, ami érdemes legyen X percet arra töltetni, hogy valaki engem meghallgasson. Köszönöm a figyelmet, minden esetre sablonszínűleg, de ha tetszett, azért egy like-kal jelezd, hogy nem is, hogy jelezd, hogy tetszett, hogy egyáltalán még nézed-e a csatornát, illetve ha új vagy, akkor iratkozz fel, mert lehet, hogyha itt maradsz ezzel a csatornán, akkor több érdekességet is fogsz hallani, lényegében az anime kommentál erről szól. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!